Vérasztást tartottak ott, ahol megtalálták a horror kamionba zárt 39 áldozatot Nagy-Britanniában. A táblákon egyebek közt az volt olvasható: álljunk ki a rasszizmus ellen. Az erődítmény Európa és a menekültek számára politikailag ellenséges környezet ilyen tragédiánkhoz vezet. Ez az emberkereskedők karjába hajtja az embereket, mondta az egyik vérasztó. A halott kém megkezdte az áldozatok vizsgálatát. A nyomozás jelenleg is folyik, ír belga és kínai nyomozó bevonásával. A kamion 25 éves sofőrjét őrizetbe vették. Észak-Írországban három háznál is razziát tartottak, és azt vizsgálják, hogy az ügyben részt vettek-e szervezett bűnözői csoportok. Egy sofőr szerint ők nem mindig tudják, hogy mit is szállítanak. Amíg meg nem érkezem az úti célomhoz, nem szabad kinyitnom a rakteret, úgyhogy az a helyzet, hogy sofőrként alapvetően soha nem tudhatjuk, mi van a konténerben, magyarázza ez a kamionsofőr. A belgiumi Zeebrugge kikötőjében is az érdekli az embereket, az áldozatok hogyan jutottak be a kamionba. Felmerült a kikötő biztonságának kérdése. Ha minden konténert vagy lezárt teherautót ki kellene nyitniuk, aminek a papírjai rendben vannak, akkor innentől Brüsszelig állnának a kamionok. Minden nap 4000 kamion érkezik ebbe a kikötőbe, mondta Brüsszel polgármestere. Már Belgiumban is a bolgár rendszámú kamion rakterében tartózkodott az a 39 kínai állampolgár, akiknek holttestére szerdán találtak rá az angliai Essexben. Szakértők szerint a kínai állampolgárok emberkereskedelem áldozatai lehettek,